Hello, sziasztok, Dóri vagyok, és íme nagyon hosszú idő után újra itt vagyok egy dolgok, amiket utálok videóval. Kicsi, apró, minden... Ezek apróbb dolgok, amiket szerintem az utóbbi fél egy év... Most nem jutottam le a telómat! Ezek olyan dolgok, amit az utóbbi fél egy évben írogattam össze, kicsi apróságok. Nagyon sokan írjátok, hogy azt imádjátok bele, mennyire pozitív személyiség vagyok estében, és az vagyok attól még. Szerintem mindenki szereti felhúzni magát az élet apró kicsi dolgai. Mindenképpen írjátok meg, hogy ti mind szoktátok felhúzni magatokat, mert én ezeket szeretem hallgatni másoknál, más videósoknál is régen mindig imádtam nézni, amikor ilyen videókat csináltak. Én is szeretem megosztani, szerintem ez egy olyan dolog, ami emberré tesz minket, hogy felhúzzuk magunkat apró dolgokat. Jó, ez nagyon random, és ez is olyan dolog, ami engem nem bánt, semmi közöm hozzá, nem kéne, hogy kiakadjak rajta, de mégis néha kiszoktam rajta egy kicsit akadni, vagyis nem is kiakadom, idegesít. Az, amikor emberek fotókon hülye fejeket vágnak szelfiken, tudjátok ilyen... Kinyújtják a nyelvüket, vágnak egy grimaszt, egy hülye fejet, és odaírják a caption, hogy I'm so crazy, we're so crazy, vagy olyan bolondok vagyunk, elképesztő, mennyire bolondok vagyunk, és így ülök otthon, és ülök otthon, hát te sem lehetsz valami crazy. És most is otthon ülök, tehát egy szavam se lehet. És görgetem az Instát, és nézem, hogy attól, hogy kiteszel egy képet, ahol őrült fejet vágsz, vagy egy grimaszt vágsz, attól nem leszel crazy, attól akkor vagy crazy, hogyha bungee jumpingolsz egy 100 méteres hegyoldalról, akkor vagy crazy, hogyha mit tudom én, leugrasz egy repülőről, csak ilyen ugrálós dolgok jutnak eszembe, vagy hogyha beszólsz a tanárodnak, nem mintha ez menő dolog lenne, de akkor vagy crazy. Attól, hogy kinyújtod a nyelved egy selfie-n, attól nem leszel crazy. És ez sajnálom, hogy ezt nekem kell megosztanom veled, ember, aki ezt már valahogy csinálta, mert ez semmiképpen nem egy embernek szól, ezt rengetegen szokták csinálni. Ettől nem leszel crazy. De hát én ezt sajnálom, tényleg nem akarok crazy shamingelni, hogy ki a crazy, ki a nem crazy, de szerintem ez annyira nem vad dolog kinyújtani a nyelvet egy képen. És ez engem néha egy picit, tudjátok, amit egy csak ilyen mildly idegesít, egy picit így fel elgondolkozol, hogy egy újabb crazy emberrel van itt dolgunk. Ó, ez most viszonylag aktuális, mivel a nyárnak, jó, azért már nem annyira aktuális, mert már jó régen vége lett, de azt utálom nagyon, aki már a nyár közepén azt mondja, hogy vége van a nyárnak. Anyukám szokta általában csinálni, bocsi anya, hogy ilyen augusztus elején már minden egyes évben kijelenti, hogy hát már vége van a nyárnak. És akkor mindig nézek, hogy ezt ne mondjad, még van egy egész hónap. Hogyha suli közben random lenne egy egész hónapos szünet, akkor nem azt mondanánk a hónapos szünet elején, hogy ah, már vége van ennek a szünet. Nem. Még van egy egész rohadt hónap, még nincs vége a nyárnak. Utálom azt, amikor vége van a nyárnak. Tényleg nagyon utálom. És ez olyan rossz érzés, amikor még olyankor mondják ki, hogy vége van a nyárnak, amikor még szegény nyár, az még tartana, és még elveszik tőle azt az utolsó pár hét. Már én is ezt csinálom, hogy utolsó pár hét. Elveszik tőle még az egyharmada boldogságát. Ne mondjátok azt augusztus végén, hogy vége van, vagy augusztus elején, hogy vége van a nyárnak. Sőt, két héttel nyár vége előtt sem mondjuk, hogy vége van a nyárnak. Azt a két hetet még ki kell élvezni. Nem, nincs vége a nyárnak. Oké, ez a következő, ezt is rengeteg ember csinálja. Tehát tartsunk egy kis rövid nyelvtanórát Dórival. Ó, lehet, hogy szemüveget kéne hozzá. Így már is jobb. Tehát, mint azt már viszonylag sokan tudják, az, hogy felugrani, megutálni, megcsinálni, lemenni, bla 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 bla, az egybe van. Tehát az igekötő és az ige egybe van. Felugrani, lemenni, megcsinálni, egybe. Viszont itt jön a kis csavar, amit mindenki elsz. Meg fogom csinálni. Le fogok ülni. Akkor ez az akarom, fogok, blablabla kötőszó, az a két, az így szétvágja azt, hogy megcsinálni, meg akarom csinálni, azt, hogy akarom, az szétvágja azt, hogy megcsinálni, és akkor külön van, hogy meg, space, akarom, space, csinálni. És attól van herótól, amikor az emberek egybeírják, hogy meg akarom külön csinálni. Nem. Az akaromnak nincs köze a meghez, a megnek a csinálnihoz van köze. A meg és a csinálni egybe voltak. Az akarom szétválasztotta őket, így a meg és az akarom soha nem lesz egy szó. Meg akarom, megfogom, meg tudom, meg tudom csinálni. Ne írjátok, légy szíves, egybe
azokat a szavakat, amik beékelődnek egy igekötős ige közé, mert az külön van, nincs közük egymáshoz, mindig erre gondoljatok, hogy meg akarom, vagy megcsinálni. És rájöttök, hogy az a megcsinálni, tehát az akarom, azt külön írjuk hozzá. Sajnos ezt rengeteg ismerősünk csinálja, youtuberek, barátok, csak random ismerősök, és ugye nyilván senkinek nem fogok beszólni, de most itt ezt nekem ki kellett adnom magából. És ha valamelyikőtök látja, aki általában ezt szokta csinálni, nagyon idegesítő. Na jó, ez egy személyes dolog, amit nem tudom, hogy mások utálnak-e, de én egyszerűen nagyon. Szerintem abból jön, hogy én nagyon ritkán hívok fel csak úgy embereket csevegni, tehát ha felhívok valakit, az vagy azért van, mert valami sürgős problémám van, izgatott vagyok valami miatt, vagy valamilyen elintézni való dolgom van, és ezért szerintem a telefon kicsöngést, azt valami rosszal asszociálom, és automatikusan, ha meghallom ezt a telefon kicsöngést, ezt a akkor kicsit görcsbe áll a gyomrom, vagy egy kicsit így elkezdek befeszülni tőle. Valamiért egy ilyen nagyon negatív érzést kapok attól, hogyha hallom a telefon kicsengést, és nem bírom hallgatni. Ezért általában a felhívok valakit, elindítom a hívást, és nézem, és várom, hogy lássam, hogy felvett, és akkor felveszem, mert nem bírom hallgatni ezt a csipogó hangot. Valamiért egyszerűen teljesen kikészülök tőle, nem tudom, mert az is lehet, hogy amikor várod, hogy végre felvegye valaki, és ez a folyamatos pittyegés van, vagy nem tudom, egyszerűen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon utálom. Mint tudjátok, biztos sokan tudjátok, én elég magas vagyok. Én azt mondom, hogy utálok, de ha megtehetném, egy pár centit leadnék magamból, azt odaadnám valakinek, aki kéri, lehet jelentkezni a komment szekcióban, és ezért az frusztrál nagyon, amikor alacsony emberek úgy csinálnak, mintha utálnák azt, hogy alacsonyak, de én közben irigyelem. Jó, mondjuk nem akarnék alacsony se lenni, én ilyen közepes szeretnék lenni, de azért viszonylag azért irigyelem őket, hogy alacsonyak, és úgy csinálnak, mintha utálnák, és közben rohadtul látszik, hogy imádják. Nagyon hülyén magyaráztam, ez természetesen nem minden alacsony emberre vonatkozik, egy bizonyos rétegre, aki ezt szokta csinálni. Tehát nem akarom megbántani az alacsony embereket, bocsánat. És akkor ez a, jaj, én vagyok a legkisebb a társaságban, nem, már megint, mindenhol én vagyok a legkisebb, ah, mindenkire felnézek, és ez azért csinálják, hogy mindenki mondja, hogy jaj, de hát olyan cuki vagy, te vagy a legkisebb, jaj, de édes, jaj, és én ettől falra tudok mászni. Azt is utálom, amikor egy ember beszól a másik ember magasságára. Ez olyan, hogy arra se szólunk be, ha valaki mondjuk nagyon túlsúlyos. Akkor arra se kéne beszólni, ha valaki magas, mert ez ugyanannyira szarul eshet egy embernek, mint egy nagyon túlsúlyos embernek, hogyha arra szólnak be. Tehát a minap is torna után az öltözőben voltam, bejött egy nő, és megkérdezte, hogy úristen, hány centi magas vagy? És mondtam, hogy 180. És tudjátok, mit mondott erre? Nem irigyellek. Én meg így szuper! Köszönöm, hogy ezt megosztottad velem, örülök, hogy ezt most tudom, remek. Tehát, hogy ez így, ez olyan, mint hogy úristen, hány kiló vagy? Mondjuk elmondja, hogy 150, hát nem irigyellek. Hogy ez mennyire bunkóság már. Nekem a magasság ugyanúgy egy olyan rosszul eső téma. Tehát én ezt a tanácsot tudom nektek adni, hogy mindenki legyen tekintettel másoknak olyan dolgaira, amikről nem tehetne. Hogy valakinek hülyén néz ki a füle, mit tudom én, túl nagy az orra, túl kicsi a szeme. Erre beszólni olyan szinten értelmetlen, mert nem tehetnek róla, és lehet, hogy nekik ez a legérzékenyebb pont. Amit még utálok, a plázákban lévő lifteket. Nem tudom, hogy mi van a plázákban lévő liftekkel, de olyan csiga lassúak, de nem csak maga a lift. Mire odaér, oké, az egyszerűen az a legrosszabb, brutál lassú, odaér, ilyen tempóban nyílnak ki az ajtók, de konkrétan ilyen, bemész, megnyomom a gombot, azonnal visszacsukódik az ajtó, és gyökkettő tempóba indul el föl. És nem tudom ezt miért csinálják, gondolkoztam, hogy ebben mi a logika, nem hiszem el, hogy egy plázának ne lenne költségvetése normális tempóban merő liftekhez. És nem biztos, hogy ez minden egyes plázában van, de a legtöbben, ahol én voltam, nekem ez feltűnt, főleg a Mamutban nagyon-nagyon feltűnő nekem, mert ott használom gyakrabban a liftet, és egyszerűen valami borzalom. De nem tudom, hogy ez miért van, ez hogy van. Ha valaki tudja, az mondja meg. Amit még nem annyira szeretek, és ez bocsi, ez veletek kapcsolatos, de annyira utálom, amikor vegán mémeket küldtök, ne haragudjatok, de egyszerűen már nincs olyan vegán mém, amit ne láttam volna 628 milliószor, és ha kijön egy új vegán mém, akkor mindig elkülditek nekem, de nem csak egy-két ember, hanem amikor az, akkor az legalább 20
20-30-an elkülditek, és csak azt látom, megyek az üzeneteimben, és csak azt látom újra és újra, és aztán nem beszél arról, hogy valamelyik barátom is biztos, hogy elküldi, valamelyik otthoni, valamelyik szegedi, mindenki elküldi nekem. És a fő oka, hogy miért nem szeretném látni ezt, mert nem érdekel. Nem tudok már rajtuk nevetni, nem tudnak már újat mutatni, mindegyik ugyanolyan, ugyanaz az alappoén, ugyanaz. Negyedik, nem érdekel. De egyszerűen tényleg nem érdekel. Nem érdekelnek a vegán mémek. Nem. Ez olyan, mintha... Ez olyan, mintha valaki focizik, az a munkája, ez a hivatása, hogy focizik. Most ez hülye példa, de értitek. És minden egyes focis mémet elküldenék neki. Szerintetek az embert az mennyire érdekli? Semennyire. Nem érdekel. Nem kérek vegán mémeket, nem érdekel. Nem nevetek rajtuk, nem nincs semmi reakció rájuk, nem is sértődöm meg rájuk. Tehát nem is ez a bajom, hogy megcsatorom meg egyszerűen. Nem érdekel. Tehát annyira szépen megkérek titeket, ha látok egy vegán mémet, és azt gondoljátok, vegán mém, ezt kinek lehetne elküldeni? Ne nekem küldjétek, keresetek mást. Belinkelek pár youtubert az infoboxba, akik szintén vegánok, küldjétek el nekik, léci. Egyébként szerintem ennyi is lett volna ez a videó, ezek a dolgok, amik idegesítenek. Nem tudom, hogy ez így most hogy tetszett nektek, hogy nem, írjátok meg. És hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. A mai napi ember Kim Dorottya Lídia, aki bekövetett Instagramon és belekölt a képeimet, ha te is szeretnél egy ilyet, te is cselekedj ugyanígy, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Szeretlek titeket, nagyon szépen köszönöm a támogatást, remélem ettől a videótól nem lettem kevésbé szimpatikus vagy ilyesmi nektek, mert szerintem ezek tényleg olyan dolgok, amik mindenkinek vannak ilyenjei, amikor szereti egy picit kidühöngeni magát, aztán ugyanúgy tök jól van, és nevet, és mosolyog, és stb. Tényleg írjátok meg nektek, mik azok az apró dolgok, amik idegesítenek titeket, mert engem az nagyon boldogát tenne, és ha esetleg nem tettétek volna meg, akkor iratkozzatok fel, hogy az egómat növelhessétek, még nagyobbra légy szíves, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok! No,